Добрый вечер, дорогая группа. Мы наконец-то подошли к тому времени, когда мы с абсолютно точной уверенностью все чувствуем. Valami jó, jó estét, drága csoport, mondják ismét oroszul. Ott vagyunk ugyanabban a pillanatban, ahol érezzük, amikor azt mondjuk, hogy én vagy mi, azt jelenti, hogy az egész világméretű Bnei Baruch csoport holnap egy új életet kezdünk, azt, ahol be akarunk lépni egy teljes boldogsággal egy másik dimenzióba, Kijevből. Az egyetlen probléma az, mondják, hogy mi még mindig nem vagyunk képesek teljes magabiztossággal a munkánkat a Teremtővel, a barátokkal összekapcsolni, tehát föl kell készítsük magunkat, hogy szeretettel dolgozunk a barátok fele, mert egyébként nem leszünk képesek a Teremtő fele fordulni a barátok nélkül. Ne higgyétek, hogy képesek vagyunk a barátokkal való kapcsolatot a Teremtővel összekapcsolni, még mindennel, ami az életemben történik. Én szeretnék egy ilyen háromszöget létrehozni, de az emberek nem értik ezt. De ez az a forma, ahol az ember egy belső cselekedetben van, mert kapcsolatba kerül a Teremtővel, a világképben, ahol a barátok azok, akikkel össze kell kapcsolódni, annak érdekében, hogy élesítse érzékszerűt a Teremtő fele. Minél inkább összekapcsolódik valaki a barátaival, egy mélyebb érzéssel, akkor képes behatolni ebbe a valóságba, amit a Teremtő állít föl számára. A személy a tízesén belül épít egy érzékszervet, amivel képes megformálni kapcsolatát a Teremtővel. Ez egy nagyon-nagyon gyakorlati cselekedet. Tehát most beszéljünk a kérdésről, hogy hogyan lehetünk mi képesek a tízesünkön belül építeni ezt az érzékszervet, amelyen keresztül mi képesek vagyunk felépíteni attitűdünket a Teremtő fele. Tehát üljünk a körökben, 10 percünk van hátra. Tehát a kérdés még egyszer, hogyan lehetünk képesek a tízesben építeni egy érzékszervet, amelynek a segítségével képesek leszünk felépíteni a helyes attitűdünket a Teremtő fele. Tehát ez az első kérdés a workshopra. В десятке мы, в принципе, выстраиваем этот орган ощущения с помощью наших общих усилий, которые мы, в принципе, прикладываем. Lényegében mi ezt az érzékszervet a tízesen belül építünk a kölcsönös erőfeszítésünkön keresztül, amit a csoportban a kapcsolatunk központjában építünk egymás között, az összes cselekedetünkön keresztül állandóan egymásra kell fókuszálnunk, egymásra kell kulcsolnunk magunkat, hogy a barátokkal legyünk, hogy állandóan előre meneteljünk, ne csak a saját erőnkre támaszkodjunk, hanem megértsük, hogy minél inkább segítjük a barátokat, annál inkább a csoport is halad előre. Azaz, hogy azáltal, hogy építjük ezt a közös érzékszervet, mi képesek vagyunk érezni a Teremtőt, amikor őt felfedjük egymás között. És akkor elkezdjük megérteni, hogy, hogy ez az egyetlen állapot, hogy felépíthetjük ezt az állapotot, amikor mindannyian együtt vagyunk. Azáltal, hogy mi minden egyes barátot felemeljük a szemünkben, hogy látjuk a barátnak a szívben tartó pottyát, hogy látjuk a sóvárgását a magasabb szint fele, ez által képesek vagyunk még inkább összekapcsolódni, egyre inkább összekapcsolódni. És akkor ezen a módon építjük a sinát, az istenséget egymás között. Igen, mondják. Ez lényegében, amit tennünk kell, az, hogy érezzük ezt a kapcsolatot. Ez, mindezek a barátok, akiket kaptunk, a Teremtő adta nekünk ezeket a barátokat, a tulajdonságaik alapján pontosan ők alkalmasak a korrekciónkra, az előrehaladásunkra a lehető legtökéletesebb módon. És ez az érzékszerv, ez létezik már. A legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy összekapcsoljuk az idegrendszer szálait egymással, és akkor elkezdünk érezni, érzékelni, érezzük
érzünk ezt a testrészt, amellyel már képesek vagyunk a teremtőt érzékelni. Testvéreink, ma egy olyan erőteljes reggeli lecke volt, mondják ismét Kijevből. Istennek hála, a tízesek elkezdtek nem csak egyszerűen működni, hanem elkezdték érezni egymást. Tízesek elkezdték érezni egymást. Ma egy valódi kölcsönös támogatás érzete volt a tízesben, egy olyan érzést hoztunk létre egymás között, és ez a kölcsönös garancia, ez az árvót, ami kölcsönös aggódalom, hogy mindenki befektesse magát teljesen, és egyszerűen beleolvadjon, és féljen, hogy nem ad eleget, hogy nem tesz eleget, hogy fél, hogy elveszíti, vagy elrontja azt, ami közöttünk van, ez egy nagyon-nagyon drága dolog, ez egy nagyon érzékeny érzés. És egy valóságos módon elkezdtük érezni egymást, hogyha folytatjuk a munkánkat ebbe az irányba, érezve ezt a kölcsönös felelősséget, ezt a jó félelmet, akkor képesek leszünk ezt az érzékszervet felépíteni, ezt a testrészt, érzékszervet, amelyen keresztül a Teremtő felfedi magát számunkra. Le kell nullázzuk magunkat, hogy növeljük a barátokat a szemünkben egy olyan módon, nos, lényegében, hogy végrehajtsuk ezt az adakozás érzetét a barátok érdekében, a Teremtő érdekében, és ez az, ahogy képesek leszünk érezni a Teremtőt. És az egyetlen lehetőségünk erre, ahol a személy felfedezheti az adakozás érzékszervét, az a másokkal való viszony, nem bármilyen emberekkel, nem bárkivel, mi ezt hallottuk a Ravtól nagyon sokszor, hogy minden a tízesen belül kezdődik, hogy a személy akkor képes dolgozni a tízes fele, és azt hiszem, hogy itt mindenkinek a munka, minden egyes személynek a munkája az össze van foglalva azzal, hogy éreznie kell a barátokat, és aggódnia kell a barátokért, gondoskodnia kell a barátokról, és látnia kell, hogy valóban érzem ezt, és hogy a többieket kell belöknünk, betolnunk a spiritetásba, és nem azért aggódunk, hogy mindegyikünk saját magunk megkapjuk a betegesülést, hanem hogy ez a barátokban történjen, és külsőleg is adunk a jó hangulatot, meg látszólag cselekszünk. Ennél fogva a csoport fele, a cselekedeteink, az aktivitás és a szándékunk, a szándék, amit én magamból adok a többiek fele, a csoport fele, ez mind egy kölcsönös összeolvadáshoz vezet, és akkor ez egy nagyon különleges érzést hoz létre. A felső világ érzetét adja nekünk, és megadja nekünk a szabadság érzetét. Ez egyetlen aggodalmam az a barátokért van, csak a többiekért aggódom. Amikor az összes inspirációnk, minden az megmarad a tízesen belül, és ez az egyetlen dolog, amire gondolok, amire aggódom, amire sóvárgok, és ez az érzet, ez megtölti az egész valóságot számomra, és felépíti számomra előttem az érzést, a Teremtő érzetét, a Teremtő érzékelését. Végre ezen a ponton a Teremtővel való összeolvadásunk van, mi elkezdjük érezni a Teremtőt. Hogy a Teremtő létezik, hogy a Teremtő az egyetlen dolog, ami létezik, és ezen keresztül elkezdünk hasonlóvá válni a Teremtőhöz, azonosulni vele. Igen. Az, hogy hasonlóvá válunk a Teremtőhöz, mindez csak a csoportnak köszönhetően tegyük, amelybe belefektetjük magunkat, és ennek alapján képesek vagyunk a játszással, hogy ezt eljátszuk magunk előtt, hogy végezzük a cselekedeteket, mert amikor gyerekekként játszunk, akkor elérünk egy állapotot, ahol ez már nem játék többé, ez az életünké válik. Amikor belépünk ebbe az állapotba, mint hogyha belépnénk, és akkor elkezdünk azzal együtt folyni, és akkor beömlünk oda, és mindent magunkkal húzunk, teljesen mindegy, hogy mit, csak hogy egyé válunk, egy hatalmas egységé, amely mivé válik az énből, és akkor ezzel az egységgel, közöttünk a kapcsolattal, ez az, ahol a Teremtő megjelenik, és csak is ezen a módon lehetünk képesek elérni azt, csak is együtt, amikor összekapcsolódunk a helyes szándékkal és a helyes cselekedeteken keresztül. Következő. Igen, és amikor mi megértjük, hogy képesek vagyunk elérni a célt együtt, csak is az egységen keresztül, akkor ebből az következik, hogy a barátokkal való kapcsolat, hogy érezzük a felső célt, és akkor ez már nem egy edényé válik, hanem a célé válik.
Tehát a megszokott életünkben különböző módon cselekszünk, és nem állandóan a másokkal kapcsolatot, egységet keressük, de itt mi valóban ezen az egységen múlunk, ezen a kapcsolaton múlunk, teljesen csak azon múlunk, annak érdekében, hogy felfedezzük ezt az új állapotot, ezt az új életet, és akkor mi befektetjük magunkat ebbe a kapcsolatba teljesen, és akkor az még fontosabbá válik, mint én magam, fontosabbá válik, mint az életem, csak is a kapcsolaton keresztül, csak is együtt. Ez nagyon fontos, hogy erőfeszítést tegyünk, hogy folyamatosan befektessük magunkat, hogy megadjuk magunkat a csoport fele, és hogy érezzük ezt a fontosságot, hogy érezzük ezt a szükségletet. És a legfontosabb az, hogy nekünk integrálódnunk kell ebbe a kapcsolatba, amit építünk, nekünk be kell fektessük magunkat a csoportba. És amikor befektetjük magunkat a csoportba, akkor két madarat lövünk egyetlen kővel. Mi az egónkat lenullázzuk egyrészt, megnyugtatjuk az egónkat úgymond, mert a csoport egy egoisztikus módon értékessé, drágába válik számunkra, és másrészt pedig mi emeljük a fontosságot, közösen emeljük a fontosságot azáltal, hogy mutatjuk az aggodalmunkat, gondoskodásunkat mindenki fele. Ez lényegében minden a módszerünkben, mindenre szükségünk van, minden ott található. És mi hallhatjuk azt is, amit Rav mond, és csak csináljuk. Egyszerűen nem kell gondolkodnunk, hanem meg kell tennünk, hogy Rav mondta egy pár nappal ezelőtt. Nekem nincs szükségem bölcs emberekre, nekem olyan emberekre van szükségem, akiknek nyílt a szíve, akik kinyitották a szívüket. Nem bölcsekre van szükség. Mi befejeztük a legfontosabb dolgot, vagyis hogy a legfontosabb dolog, hogy mindezt boldogsággal tegyük, nyílt szívvel és boldogsággal. És most tovább megyünk a következő részre, tehát a moderátorok visznek minket tovább. A következő workshop kérdés. Nos, esetleg akkor kezdjük el megvizsgálni ezt a módszert, hogy a személynek hogyan kell helyesen viselkedni annak érdekében, hogy felfedezze a teremtőt ebben a világban, hogy ez a világ ez ne egy határrá váljon között és a teremtő között, ahogy azt mondja, hogy és innen a kérdés, hogyan kell a személynek helyesen viselkedni, hogy képes legyen felfedni a teremtőt ezen a világon keresztül. Tehát még egyszer hogy a személynek hogyan kell helyesen viselkedni annak érdekében, hogy felfedezze a teremtőt ezen a világon keresztül, hogy ez a világ ez ne legyen egy határ közötte és a teremtő között. És még egyszer a kérdés, hogyan kell a személynek viselkedni, hogy a személy képes legyen a teremtőt felfedezni ezen a világon keresztül. Helyesen kell viselkednie, hogy tehát jobban felfedezze ezt a kapcsolatot, hogy a barátai felfedjék a teremtőt, a tízesét, a csoportját, a világcsoportot. És akkor azáltal, hogy nem magáról gondoskodik, hanem hogy csak a többiekért gondoskodik, a többiekről aggódik, hogy ez a tízeséről gondoskodik, a csoportjáról gondoskodik, az egész világcsoport, az egész világról, az egész emberiségről, akkor képes belépni az adakozásba, és képes a teremtőhöz hasonlóvá válni. Ez az az állapot, amit meg kell tennünk annak idejében, érdekében, hogy a spiritetes fele haladjunk, a spiritetes fele lépjünk. És minden egyes szint az úton, amikor elérjük a teremtőt, az egy barát. Egy barát, amely mellettünk áll, egy barát, akivel összekapcsolódunk minden egyes állapotban, és kifejezetten a barát az, akire szükségünk van annak érdekében, hogy felfedezzük a teremtőt.
És valóban minden egyes barát, az mint csipeszellet kiválaszt a számunkra teremtő által, aki pontosan alkalmas számodra, és a korrekciót számára, csak magadhoz kell vegyed és használnod kell. Lehet, hogy nem jól hangzik ez, hogy használnom kell a barátot, de mégis használnom kell az adakozás érdekében. Tehát a barát ezért van ott, hogy, megragadjam és használjam az adakozás elérése érdekében. Teremtő választotta számomra. Én azt hiszem, hogy a következő, hogy emlékeznünk kell arra, hogy nincsen más rajta kívül. És hogyha mi odafigyelünk mindarra, ami a tízes központján keresztül történik, hogy a motivációnk, a szándékunk az az, hogy mi csak a tízesen belül működünk, és mindaz, ami történik, csak is a tízesen keresztül vizsgáljuk a tízes érdekében, csak is ilyen módon lehetünk képesek felfedezni a teremtőt, és emlékeznünk kell arra, hogy rajtam kívül minden más, csak a teremtő, hogy az egész világ az a rejtettségből segítségé válik számomra, egy határ helyett egy felfedése változik a tízesen belül munkában, mivel nem érdekes, hogy mi történik a tízesen kívül, hogy ezt a barátok mondták. Ez olyan, mint egy edény, és akkor a tízesen keresztül mi lemérhetjük a viszonyunkat egymással. Képesek vagyunk lemérni mindezt, ami közöttünk van, jót, rosszat, mindezt, ami rajtam kívül érzem, az mind a teremtőtől jön, az mind csak a nincs más rajta kívültől jön. Nekünk egy ilyen attitűdöt kell kifejlesztenünk, ilyen viszonyt kell kifejlesztenünk, és ez lesz az én valóságérzékelésem. És akkor ezen keresztül, ezen az érzékelésen keresztül korrigálom magamat. Ez, ami korrigál engem, az, hogy nincsen más rajta kívül, minden rajtam kívül az a teremtő, és bármelyet a teremtőtől kapok, azt meg kell ragadjak, azok keresztül kell mennem, azt keresztül kell tegyem magamat, meg kell változtassam magamat, ez az én belső munkám. Oké, mondják. Tehát nektek magatokat a barátokért kell áldoznod, hogy a barátokról gondoskodjatok, hogy megpróbáltok lenullázni magatokat, a gondolataitokat, mindent, ami magatokról szól, azt lenullázzátok, és emlékeznetek kell arra, hogy a világ, ami körbevesz téged, nincsen más rajta kívül, mindaz, ami jó vagy rossz, azt ne úgy lássuk, mint izolált emberek vagy izolált helyzetek, hanem hogy minden mögött lássuk a teremtőt, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy a teremtő mit akar kommunikálni nekünk ezen keresztül, és hogy tudjuk, hogy mindez, ami történik, lehet az jó, lehet az rossz, az mind kifejezetten számomra történik, az én korrekcióm érdekében történik, és hogy állandóan megpróbálják emlékezni a barátokra, a csoportra, a tízesre, hogy rajtuk keresztül tudom ezt csak befolyásolni, hogy ebben legyünk, amikor a mértékben csak lehet. Nos, a személynek meg kell próbálni felébreszteni az egész csoportot, egy ilyen állapotot hozni, ahol a barátok elérik a beteljesülést. Ez vehez minden fajta formát, ez lehet boldogsággal, ez lehet az összes állapot érzés ellenében, ami felébred a személyben, a személynek magabiztosságot és erőt kell mutatni az úton, és ez, hogy viselkedni kell annak érdekében, hogy alkalmassá váljon a barátok számára, a barátok vágya számára, és még akkor is, hogy mindig nehézséggel leszünk, de hogyha erőfeszítéseket tesz, akkor még nagyobb nehézséget kap, még nagyobb gyűlölet jelenik, még nagyobb akadályba ütközik, de a személynek nem szabad ezt figyelembe venni. Ez egyetlen dolog, ami figyelembe kell venni, ezt a barátok felé való szeretete. Ez az egyetlen dolog, ami fontos. Megragadom a szeretetem a barátom felett. Mi megnevezhetünk ilyen viselkedést, mint egy állandó sóvárgás, hogy kimenjek magamból a barátok fele. Ez az, ahogy válaszolnunk kell a teremtő nyelvére, hogy a teremtő beszél vele mindenfajta vágyakon, a legkisebb vágyon, a legkisebb cselekedeten keresztül, a valóság legkisebb fragmensén keresztül. Ő mindig a helyes választ várja tőlem, hogy én felfedjem a teremtőt, mint a forrást, az összes gondolatom, szándékom, mindez, ami működik rajtam, mindezek a dolgok csak is azért léteznek bennem, hogy megmutassák nekem az én valódi állapotomat. És hogy képes legyek kilépni ebből az állapotból egy még nagyobb forma azonosságba a teremtővel. Ebből az következik, hogy az én korrekt válaszom a teremtő nyelvére, az egyszerűen az, hogy elveszítsem magamat, hogy csak a csoportért aggódjak, a csoportért dolgozzak, hogy a magabiztosságot, fontosságot adjak nekik, hogy hitet adjak nekik, teljes magabiztosságot, hogy a
helyes úton haladunk, hogy megadjam nekik az érzést, hogy közel vannak a cél eléréséhez, hogy közel állunk a cél eléréséhez. És az a tény, hogy a Teremtő közöttünk jelenik meg, az kifejezetten annak köszönhető, hogy én ez a faktor, hogy a Teremtőt közel viszem a barátokhoz, én ezáltal megnyitom a kaput a barátaim számára, mint egy szolga, kinyitom nekik a kaput, hogy beléphessenek, a cipőjüket csiszolom, por vagyok a lábuk alatt. És csak is egy ilyen módon, amikor mindegyikünk megpróbálja megformálni magát, hogy boldogsággal tesszük mindezt, minden egyes állapot, ami felülről jön, az a Teremtőtől jön. Boldog meg kell lennünk ezért. Még akkor is, hogyha rosszul érzem magam, emlékeznünk kell arra, hogy a Teremtő az, aki kiválasztott minket, és mi egyesülünk annak érdekében, hogy az állapot fölemelkedjünk, hogyha ez egy jó állapot, akkor kifejezetten ezt meg kell osszuk a barátokkal, hiszen csak is annak köszönhető, hogy ezt megosztjuk, hogy a jó hangulatot osztjuk egymás között, az inspirációt osztjuk egymás között, akkor elérjük ezt az állapotot, a boldogság állapotát, ez az, amit el kell érünk, és akkor mi tudjuk, hogy ez mind a Teremtőtől jön, és ez az, ahogy az összes akadályon átmegyünk, a szereteten, a boldogsággal, minden a Teremtőtől jön, annak érdekében, hogy elérjük ezt a részletet, hogy a Teremtő nélkül nem vagyunk képesek semmit elérni. Így vagy úgy, az mind a közöttünk jövő kapcsolaton jön, amikor azt együtt tesszük. És amikor helyes módon haladunk, akkor látjuk, hogy a barátaink már korrigálódtak, és akkor megértjük, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik még nem vagyunk korrigálva, és mindez, ami rajtunk kívül történik, amikor mi elfogadjuk a barátokat, mint a generáció legnagyobbjait, mint tökéleteseket. Valakit, aki megmutatja nekünk, hogy hogyan kell jobbá válnunk, hogyan kell működnünk, és akkor köszönetet mondunk nekünk. És a barátok azok, akiknek korrigálódniuk kell. Akik korrigálni. És annak eredményeképpen nem csak az, hogy rosszul érzik magunkat, hiszen a barátok nem képesek elérni a spiritualitást nélkülem. Ez az én okom, hogy a Teremtőhöz fordulok, mert nélkülem a barátok nem juthatnak tovább. Nagyon fontos, hogy minden ilyen példát mutassunk a barátok számára, hogy megmutassuk nekik, hogy példát adjuk nekik a kapcsolatról, a célnagysággal, a célfontossággal, az integrációról, a boldogságról, teljesen mindegy, hogy mi történik. Teljesen mindegy. Az lehet, hogy úgy tűnik nekünk az érzelmeinken keresztül, mint valami kellemes vagy kellemetlen, mint hogy a zavaró tényező vagy segítséget kapunk, de lényegében ez mind csak segítség, és az összes zavaró tényező, az is mind szintekké válik az utunkon, amikre felmászhatunk és tovább léphetünk. Igen, hatalmas barátok, mi befejezzük a workshopot, és szeretnénk hallani az Zichroni csoportot. Zichron, együtt vagyunk? Várjuk a Zichroni csoportot. Oké, barátok, Zichron. Zichron, velünk vagytok? Van egy lehetőségünk, hogy halljuk a boldogságotokat, a nagyságotokat, hogy kapjunk tőletek, tehát Kijevből próbálnak átváltani Zichronba, de egyelőre Zichron csöndben van. Oké, úgy tűnik, hogy technikai problémáink vannak, tehát mi érezzük az Zichroni csoportot távolról, és együtt énekelünk, tehát fél időben vagyunk, gondolom, tehát éneklünk.
следующий отрывок. Следующий отрывок. Реклама из книги Маор Вашемеш. Окей, а következő idézet Баласуламтól. Маор Вашемеш könyvből. Объединение наших сердец в любви. Bölcsesség, hogy hogyan szolgáljuk a Teremtőt, az a közöttünk levő egységből származik, a barátok szeretetéből, hogy összekapcsolódjunk egyé a többiekkel szeretetben, egyetlen szívben, hogy szolgáljuk a Teremtőt és a vállunkat odavessük. Azaz, hogy egyesülnünk kell egymással, és belezáródunk egymás szívébe, és egyetlen csokorrá válunk, hogy a Teremtőt egy közös szívvel szolgáljuk. Tehát beszéljünk a tízesen belül arról a kérdésről, hogy hogyan érezzük a közös szívünket a tízesben. Tehát még egyszer. A bölcsesség és a források, hogy szolgáljuk a Teremtőt, az csak is a közöttünk levő egységből származik, a barátok szeretetén keresztül, hogy összekapcsolódjunk egyként a többiekkel szeretetben, egyetlen szívben, hogy a Teremtőt szolgáljuk és a vállat válhoz vessünk. Azaz, hogy egyesülnünk kell egymással, és hogy egymás szívébe bezárjuk magunkat, és hogy egyetlen csokorrá váljunk, hogy a Teremtőt szolgáljuk egy teljes szívvel. Kérdés az, hogy olyan érezhetjük a kölcsönös szívünket a tízesben. 10 perc, srácok. Tehát találjuk meg ezt a kölcsönös szívet mindenki között a tízesben. A szív az, ami kölcsönös állapotunk, amikor mi egyé válunk egyetlen közös sovárgással, amikor ez már működik az együttműködéssel, és amikor mi egyetlen közös célban vagyunk, ez a korrekt kapcsolat, amikor mindannyian összekapcsolódunk kifejezetten e körül a cél körül, amely motivál mindannyiunkat a helyes irány fele. És bármi, amit érzünk az integráción keresztül, érezzük ezt a kölcsönös szívet, amely valóban közösen lüktet mindannyiunk számára egy közös ritmussal, közös érzéssel, kölcsönös ritmussal, kölcsönös pulzálással, amikor egyszerűen érezzük, hogy mennyire szükséges és mennyire fontos számunkra, a szívünk számára, hogy együtt lüktessen, hogy minden egyes barát mekkora mértékben fekteti magát ebbe az állapotba, közös állapotba, abba a közös szívben, amikor aláírjuk a szövetséget egymás között, hogy most mi együtt vagyunk, valóban együtt vagyunk egy kölcsönös szándékkal ugyanabban az irányban, és ismét az kölcsönös izgalomból, boldogságból, ahol mindannyian látjuk, hogy csak együtt lehetünk képesek erre, amikor mindenki mosolyog, és mindenki megérti, hogy mindez az állapot, ez a Teremtőtől jön, hogy ebben a közös szívben vagyunk, hogy összekapcsolódjunk ezzel. Először is meg kell adjuk magunkat, meg kell adnunk magunkat, ez az, ahogy a természet meg van szervezve, hogy a vágyam alapján nem vagyok képes lenullázni magam a többiek felett, csak egy felső fele, csak egy felső irány fele, kapcsolat fele, hogy képesek legyünk elérni ezt az állapotot. Nyilvánvalóan néha mi érezzük ezt a ragyogást felülről, valami csillogást, vagy vibrálást, hogy a barátok nagyok, meg érzünk valamit a fényből, és meg akarjuk ösztönni egymással, szeretni akarjuk a többieket, de ez csak akkor, amikor segítséget kapunk felülről. És néha, amikor más állapotokat érzünk, amelyek megjelennek, tehát látnunk kell, hogy a barátok milyen hatalmasak, éreznünk kell ezt a kölcsönös szívet együtt lüktetve. Ez összes megszerzés iránti vágy, mindenkinek megvan tehát a megszerzés iránti vágy, hogy a boldogságot adjunk a Teremtőnek, a jöjjük a kölcsönös szívünket, ez a kölcsönös vágyunk, a kölcsönös szívem. Ez így van, mondják.
Annak érdekében, hogy elkezdjük érezni ezt a szívet, amit tennünk kell, az, hogy lenullázzuk az egónkat, az összes egoisztikus gondolatunkat, számításainkat, hogy azokat mind lenullázzuk, hogy ezt teljesen lenullázzuk, teljesen. És nekünk meg kell hallgatnunk ezt az embriót, amely megkapottunk a Teremtőtől a közös pontunkon keresztül, és éreznünk kell a többi szívben tartó pontot, éreznünk kell ezt az embriót, ezt a picin lüktető szívet közöttünk, és akkor mi képesek leszünk magunkba szívni ezt a közös frekvenciát, érezni ezt, ami átfolyik rajtunk, elönt minket, hogy képesek ezek arra kényszeríteni magunkat, hogy dolgozzunk egy kölcsönös módon, de kifejezetten a tízesünkkel, kifejezetten a barátokkal, akik körülöttünk vannak, és akkor mindent érzünk, és akkor valóban érezzük majd, és megértjük, hogy ez az én szívem, ez a mi közös szívünk, a mi közös szívünk, hogy ez nem csak egy valami vágyaknak a kupaca, vagy én nem tudom, hogy ki adta ezt nekünk, vagy milyen célból, hanem még ezeket az abszurd vágyakat is magunkba zárjuk, magunkba szívjuk, nekünk hallgattunk el magunkat és a barátokat, hogy érezzük a valódi énünket a többieken keresztül, hogy érezzük a kölcsönös szívet. Mi már egy kölcsönös szívben vagyunk, egy kölcsönös lüktetésben vagyunk, mindig abban vagyunk, megállás nélkül, és csak a növekvő egónk az, ami ezt elfedi előlünk. Az a kölcsönös egónk az, ami megzavar minket, hogy ne emlékezzünk a célra. Ezért van az, hogy csak egyetlen módszer van, hogy lenullázzuk magunkat a barátok fele, hogy emlékezzünk a cél fontosságára, hogy emlékezzünk arra, hogy a többieket magunk fölé emeljünk, hogy emlékezzünk, hogy mi már most ebben az egyetlen szívben vagyunk, és csak az egónk az, ami elfedi ezt. Minden egyes szívben, minden egyes lélekben, ez azt jelenti, hogy egy kölcsönös szívben, egyetlen kölcsönös szívben, és mindegyikünk a kő szívvel rendelkezik, mindegyikünknek egy kő kéreg van a szíve körül, egy bilincs, és én szeretném leszakítani ezt, darabokként letörni ezt a kérget, és akkor egy ilyen módon létrehozzuk a kapcsolatot egymás között, valóban létrehozzuk ezt a kapcsolatot egymás között. A mi nagy rabasunk adott egy példát ezzel kapcsolatban, hogy a barátok azok olyanok, mint a kövek. És amikor ezeket a köveket egymáshoz dörzsöljük, összeütjük őket, akkor ezekből a sziklákat leszünk képesek csiholni, és ez az a kölcsönös melegítés, kölcsönös munka, amikor a szíveinket egymáshoz dörzsöljük, ezeket a kőszíveket, és ez a kölcsönös munkánk, és mindenkinek maximális erőfeszítést kell tennie, és el kell fogadni a tízesét, mint korrigált, és az egyetlen dolog, ami hiányzik, az a mi saját erőfeszítésünk. Annak érdekében, hogy érezzük ezt a kölcsönös szívet, nekünk be kell lépnünk forma azonosságba velük, hiszen, ahogy ezt a barátok mondták, ez az állapot, ez már most létezik közöttünk, csak mi állandóan egy új állapotra kell támaszkodjunk. Nekünk meg kell vizsgálnunk, hogy vajon képesek vagyunk-e felemelkedni, vagy sem. Minél inkább belefektetem magam ebbe a közös munkába, annál nagyobb potenciál van erre. És emiatt annak érdekében, hogy a kölcsönös szívre gondoljunk, nekünk egyre több erőfeszítést kell abba belehelyeznünk, egyre jobban bele kell vessük meg önket, hogy hogyan történik ez, azt nem tudjuk, de amikor visszatekintünk, ó, ez könnyű volt, de a következő lépés sokkal nehezebb. Ezért kell állandó erőfeszítést kellünk pontosan arra a helyre, ahol egyrészt nagyon nehéz, hiszen ellentétes az akaratunkkal, másrészt viszont meg kell tegyük, jó példát mutatva, hogy mindez boldogsággal teszem, hogy boldog vagyok ezzel a munkával kapcsolatban, és ezáltal képes vagyok begyújtani a barátokat is, erőt sugározva nekik, mert érezniük kell ezt a kölcsönös szívet, nekik kell érezniük ezt. És ez csak akkor lehetséges, amikor felébreztem a barátokat. Csak akkor, hogyha aggódom értük, hogyha gondoskodom róluk, hogyha én állandóan azért aggódom, hogy ők lángoljanak, hogy állandóan érezzék a boldogságot az úton keresztül, és minél több barát kap egy felébresztést tőlem, akkor elkezdjük érezni ezt a kölcsönös szívet.
hogy ők sokkal fontosabbak számomra, és hogy a vágy is sokkal fontosabb, és hogy érezzük ezt a közös boldogságot, és hogy érezzük a jót, aki csak jót cselekszik, mivel ez mind csak rajtam múlik. Én nekem a saját részemet kell korrigálnom a valóságból, ahol a barátoknak mindent meg kell kapniuk a Teremtőtől rajtam keresztül. Nekik kell az én edényemmé válnom a többieknek, ahol képes leszek érezni az összeolvadást a Teremtővel. Ez az, amin dolgoznom kell, ez az, amit tennem kell, amikor érzem magamat, és én vagyok az, aki szolgálom a barátokat segítem. Barátok, és most átmegyünk a Zichroni csoporthoz, hogy begyújtsanak minket. Zichron csoport. Hallottak minket, kérdezik Zichronból. Drága testvérek, mondják oroszul Zichronból. Én egyszerűen olyan izgatott vagyok, ha jól látom ezt Hadara. Ez az első alkalom, hogy beszélek a világcsoport előtt. Annyi mindenen mentünk keresztül, felkészítettük magunkat annak érdekében, hogy felfedezzük az edényt, a közös edényt. Ezért van az, hogy Rav elment, és Rav hatalmas munkát végez, és nekünk példát kell vegyünk Ravról, hogy befektessük az utolsó csepp erőfeszítésünket is, ami el van rejtve tőlünk, az fel legyen fedve, hogy elégedettséget adhassunk a Teremtőnek, Lehaim. Most várjuk, hogy mi történik. Vissza Kijevbe tőlem, és ismét éneklünk. Mint hogyha beszélnének Kijevből, de nem jön hang. Дорогие друзья, мы говорим сегодня об одном сердце, дорогие братья, мы mi a kölcsönös szívről beszélünk, azt, amit meg kell töltenünk egymás között a tízes csoport központjára, és most egy nagyon gyakorlati gyakorlatot csináljuk, amit kezdjük érezni ezt a kölcsönös szívet egymás között. Tehát fel kell emelnünk a jobb kezünket, emeljük fel a jobb kezünket, mindenki ne legyetek összezavarodva a jobb kezeteket, oké. Tehát a jobb kezetekkel, a jobb kezetekkel,
nézzetekkel, vegyétek a barátnak a bal kezét, a barátnak a bal kezét vegyétek jobbra, nagyszerű, nagyszerű. Tehát, és most próbáltok meg érezni, hogy érezzük a barátnak a pulzusát, aki jobban ad, hogy oké, csöndesen, hogy érezzük egymás pulzusát, próbáljuk meg érezni, nagyon-nagyon csöndben, próbáljuk meg érezni a közös pulzusunkat csöndben. És találjuk meg a barátnak a pulzusát, legyünk biztosak abban, hogy érezzük a pulzusát, most csukjuk be a szemünket, és érezzük, hogy a barátnak a szíve hogyan lüktet. Most én titeket érezlek a interneten keresztül. Érezzük egymás szívét, hogy a barát szíve hogyan lüktet, és most hangoljuk a szívünket egy olyan módon, hogy a szívek együtt lüktessenek, együtt pumpáljanak. Ez nem bonyolult, egyáltalán nem bonyolult. Próbáljuk meg. Tehát most érezzük egymás szívverését, akár közvetlenül, akár az interneten keresztül, megpróbáljuk szinkronizálni a szívverésünket, megpróbáljuk érezni, hogy a csoport szíve hogyan lüktet közösen, hogy a tízesnek a szíve hogyan lüktet közösen, az egész világcsoportnak a szíve együtt lüktet ugyanazzal a ritmussal, Tehát most próbáljuk ebbe a szívbe meghívni a teremtőt, hogy érezzük a teremtőt, hogy a teremtő korrigálja, a teremtő hangolja, harmonizálja ezt. Hogy érezzük, hogy a teremtő finoman igazítja a szívverésünket. És amikor mi egyetlen szívvel rendelkezünk, és érezzük a teremtőben, hogy vigyük ezt a New Jersey kongresszusra, tegyük egységes ezt a kört, és zárjuk le ezt a kört a teremtővel, Lehaim. Так, ну что, Нью-Йорк у нас на связи? Мы сможем его увидеть. Окей. И еще Нью-Йорк капчатбом велинг, так, мы сможем к Нью-Йорку. И еще латетик, как это ирисетик, как это... Все, вот он наш Нью-Йорк. Egyelőre probléma. Tehát itt van New York, oké, Kostya. Oké, Kostya beszél, az egész világcsoport hallgat. Oké, drága barátok, tehát mi elkezdjük a sugárzásunkat a kongresszus hoteljéből. Itt van a hotel, tehát ott vannak a hotel előtt, láttunk egy nagy amerikai buszt. Tehát itt az összes szíventetőpont találkozik New Jersey-ben, tehát innen kezdünk. Nos, mi mostan keresztül megyünk a hotelen, itt vannak a barátaink, akik már együtt vannak, ez a belépés, ez a bejárat, főbejárat. Tehát mi most egy kis túrát, ott vannak az anyák, a gyerekekkel, mindenki itt van már, és ott látjuk, ez az, ahol az emberek majd regisztrálnak, Neighborhood, tehát ez a New Jersey Hotel. Mindenki már itt van, mosolyog, mindenki már küldi a csokjait a világcsoportnak, a nők gondoskodnak ugye a regisztrációról, már egy pár hónapja dolgoznak ezen, és most bemegyünk a fő bejáraton keresztül, és a fő terembe, ahol az események történnek. Ez az a terem, ahol mindenki már készen áll, mindenki mosolyog. Még nem látjuk őket, de már hallotok, oké? Tehát oké, hallotok, oké, Kostya, ki azt hiszem korábban Kievben volt, és most valahogy ott van New Yorkban. Tehát ez az, ahol nagyon sok esemény történik majd.
Ez az, ahol Ravach könyveket írja le, és itt pedig Uri Leitman. Uri Leitman is már ott van. Tehát ez a csapat, ahol a könyv eladások lesznek. Itt van a technológiai szoba, nézzük meg, hogy hány ember dolgozik a technológia szobában. Mindenki mondjon hello-t a világcsoportnak, dolgoznak keményen. Tehát ezek a barátok, akik már készítik a technikai sugárzó felkészüléseket, a fordítószobákat, ez a fő terem, ahol átéljük az eseményeket, ez Zohar mondja valamit a világcsapatnak, ő a kongresszus fő producere, Zohar Chicagóból. Érezzük, hogy mi a világcsoport legmelegebb pontján vagyunk most, magjában. Ez az anyaméh a spirituális fejlődésünknek, mondja Zohar. És most ez egy csodálatos állapot a spirituális fejlődésünk számára, mondja Zohar. Az utolsó felkészülési szakaszban vagyunk, és megteszünk mindent, amit csak lehetséges. Annyi barát van közöttünk, és mi érezzük a kapcsolatot. Rav azt mondta nekünk tegnap este, a kongresszus előtt, azt mondta nekünk, hogy hagyjátok abba, hogy bölcsek vagytok, csak nyissátok ki a szíveteket, és akkor a Teremtő megjelenik majd közöttetek, Lechaim. Tehát itt van Moshe és az összes többi barátok, Leo, a balalaikán játszva, vagy ukuleli, mondták balalaika, Deni a zenész kijavított őket. Tehát esetleg akkor éneklünk nektek egy dalt, de rögtön zenét kezdenek. Let's all sing together. So open up your mind. Completing the circle, that's my way. Completing the circle, you're not afraid. Completing the circle, let the love just night and day. Completing the circle, that's my way. This circle, you're not afraid. Completing the circle, let the love shine. Лехаем. Спасибо большое, товарищи из Нью-Йорка. Лехаем, köszönjük a New-Yorki barátoknak, mondják. Tehát a kongresszus címdalát énekelték, hogy a kör betelésítése. Oké, tehát egy videoklip, egy nagyon izgalmas videoklipet nézünk. És Kostya az nagyon izgatott volt azáltal, hogy mi történik ott, és mi felkészítettünk egy jó kívánságot a kongresszusra, és szeretnénk ezzel az idézettel befejezni. És ti barátok, ha jól látom, olvasunk, a barátok, akik itt vannak, mint ahogy korábban a szeretet állapotában voltak, most meg kell maradnatok elválaszthatatlan még egymás fele, ameddig a Teremtő boldogságot nem talál bennetek, és nem hoz békét számotokra. És ez érdemetek által béke lesz a világban, az én testvérem és a barátaim érdekében. Én azt mondom, legyen a béke veletek. És éneklünk. Inematov. Inematov manai.
Лехаим бней барух. Лехаим бней барух. Oké, emberek, búcsúzom tőletek, én körülbelül egy óra múlva repülök, és ígérem nektek, hogy ami technikai lehetséges, ezt megpróbálom.